Szeretettel köszöntjük a Pajtakult nézőit, itt vagyunk a Somlóhegyen. Valóban a gyönyörű őszi tájban a szüret utolsó pillanatait kapjuk el, ha minden igaz. Hárslevelű megkosod? Igen. Neked hogy ízlik? Nekem ízlik, állítólag a cukorfok alacsony, de azt mondja, itt megkérdezzük a helyi borásztól, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Azonban nem a Somlóhegy lesz a fő helyszínünk, hanem a Balaton felvidék, mert hogy hamarosan odébb megyünk. Balatonszepedre látogatunk, valamint betekintést nyerhetünk a Veszprémi Wine & Gourmet Fesztiválba. Megpróbáltunk egyébként ott a környéken is szüreti pillanatokat elcsípni, de már a szüret végére érkeztünk. De itt a Somlóhegyen, közel a Balatonhoz valóban érdemes körülnézni, és vendéglátónk Kolonics Károly borász, akihez oda is sétálunk. Megkérdezzük, ez a cukorfok kérdés, amiről beszéltünk. Először is erről. Szervusztok! Köszönjük a vendéglátást, meg a szüreti pillanatokat. Úgyhogy ilyen későn kerül leszedésre a házlevelünk. Az idei évben a Jufark, Furmint, olasz rizling szőlők mondhatni, hogy normális szüreti időben szeptember közepétől bekerültek a pincébe, leszületeltünk. Nagyon jó minőséggel, nagyon jó cukorfokkal, és hát az idejében a házlevelű egy kicsit elszundított. Most hány fokot jelent? Hány fok nagyon jó, és hány fok az elszundított? 19 és 21 fok közé mondom én azt, hogy egy olasz rizlinget érdemes leszedni egy 19-es cukorfokkal. Most a házlevelű 17-es cukorfoknál tart. Nálunk azt mondják, hogy a pesti ember azt jósolta. Tehát a meteorológusok azt mondták, hogy van még egy 2-3 hét késő őszi napunk, és hát bizakodunk benne, hogy jön még a cukor, és hát ugrásra készen várjuk, hogy ha bejönne a rossz idő, akkor gyorsan születelünk. Itt a szőlőtőkék közt járókelve mindig megfogalmazódik bennem, hogy hogyan kell igazából szüretelni. A szüret és az egész borászkodás egyik alapelve, hogy egészséges és tiszta szőlőt és tiszta edényzetbe szüretelünk. Ha belepotyogna száraz levél, mint ami itt is látszik, hogy van száraz levél, akkor én mindig azt mondom a szüretelőknek, hogy beiratkozunk egy levelező tanfolyamra. Házlevelező. Igen, egy házlevelező, jelen esetben egy házlevelező tanfolyamra. Tehát ahogy leszedjük a fürtöket, és a levél kerülne bele, akkor azt kivesszük, hogy ne kerüljön bele. Mint így látszik, hogy beleesett a levél, akkor az ember lehajol és kiveszi a... Ollóval jobb vagy kézzel? Ollóval mindenképpen. Még mennyi idős szüreti munkálatok állnak előttetek? Egy nap. Egy nap? Akkor tényleg a végére érkezik. Ezt belerakhatom? Nyugodtan. Hány hektár a Somlói? Maga Somlóhegy az 530 hektár. Ez bazalt? Igen. De bazalt ufa? Vagy ez bazalt, és nem akármilyen. Ez a bazalt teljesen más bazalt, mint a badacsonyi, a szentgyörgyhegyi, vagy akár a Tokajhegy aljába található bazalt. Ezt a bazaltot, ezt a népnyelv nálunk úgy hívja, hogy srétes. Lefordítom magyarra, sörétes. Aha, igen, azért néztem, mert hogy ilyen andezit tufa jellegű egyébként. Csörét nagyságúra szétmállott. Tehát tulajdonképpen milliárd napról ilyen bazalt szemcséből áll a hegy. A Somló név is egy beszédes név. Omlik, somlik, málik. És az itteni lankák szőlőiből készülő borok hová kerülnek? Hová szállítotok? A Kolonics pincészet jelen pillanatban 16 országba exportál, kvázi csak horeka szektorban, tehát a hotel, restaurant, kafé mozaik szóban jön ez a horeka, és hát Budapest és az ország top éttermeibe kerülnek a boraink. Én már találkoztam Gianni nálak. Az egész étterem itt volt nálam. Ha már szóba került Gianni, akkor miközben azért forduljunk egyet, és nézzünk el így egészen hihetetlen a kilátást. Gyönyörű. Tehát tényleg gyönyörű. És tiszta időben még tovább ellátni. Tiszta időben az egész Balaton felvidék. Oda megyünk majd tovább egyébként itt a műsorban. És ha már kilátás jól tudom, akkor az osztrák Alpokat is látni innen egyébként tiszta időben. Itt állunk dr. Bada János ügyvéd úrnak egyébként a szőlőjében, egy gyönyörű helyen, egy kicsit a ház kitakar, de hát az se olyan nagy baj, építészet is lesz ebben a mai műsorban. És sok minden más is, például a Wine & Gourmet Fesztivál Veszprémben, de te ott nem voltál. Sajnos én nem voltam ott, úgyhogy Pár Julcsi és a te beszámolódból láthatunk hangulatokat. És többek között Gianni is megszólal, mert hogy ő is ott volt a helyszín.
te is elkezdesz olaszosodni. Hát átbeszéltük, az asszimiláció az egy. De te olasz, nem tudom, hogy Maremma, azért az olaszok járnak. Maremma, buhajja arra! Na jó, de ezek egy emoji, amit így rendszeresen bedobok minden. Na, oda jár, nyaralni, és ott Toszkána látszólag játszik, szóval ott látszik. Tényleg nagyon jó hely, nagyon jó hely. Volt hely, nagyon jó. És azért is jó, mert amit itt Veszprémben most ez a Wine & Gourmet Festival próbál megmutatni, az ott működik. A borászat, a gasztronómia, a kultúra, az etruszk emlékek, a római emlékek. Várj, elmondtad a kulcsszavat. Szóval ez mindegyikbe belekarol. Szóval nincsen az, hogy a kultúra az önmagában el van engedve egy szóval, az, hogy borkultúra. Nem. Ott vannak a romok, ott van egy templom, ott van egy kávé, egy régi kávézó, ott van, leül az ember, elkezdi élvezni. Utána ott mondjuk az is érkezik. Utána ott van az étel, az ital páros, szóval az, a kultúra maga az egész, és a hagyományok, és a táncok, és a zenék. És ez egyben tud igazi lenni, és jó lenni, tele legendákkal mondani való. De nem merek addig beleharapni, amikor a Gianni itt balatoni présház tulajdonosként azt mondja, hogy ő a dunai hegre szabad. Azt a birtokom. Piccolino, casina piccolina. Térjünk vissza a kultúrához, tehát azt mondod, hogy nem tudod elképzelni egyik szegmense nélkül sem azt, hogy ez így kerek egészként működjön. Nem lehet csak a borra gondolni, nem csak az, nem szabad csak tolni egy dolgot előre, mert ki fog maradni a többi öröm, és alapjáraton egyedül nem lesz jó. Szóval innentől kezdve mellette kell rakni mindenféle gasztronómiát. A gasztronómia segíti arra a borfogyasztását, és önmagában az, hogy legyen a bornak több értéke, mert a bor egyedül alapjáraton nem tudja nyújtani azt az örömét, amikor inkább pedig párosítod egy jó itallal, vagy egy jó étellel, elnézést. A Balaton Wine & Gourmet Fesztiválon Rókus Favi Pállal is találkoztunk, aki a megnyitó beszédében egy picit szóba hozta a magyar föld és a magyar gasztrokultúra kapcsolatát. Balatonnál vagyunk, és szerintem itt Balatonon egyik legfontosabb dolog azért szóba hozni a szőlőterületek drámai csökkenését, amit persze megért a turista, hogy itt mindenki nyaralni szeretne, de Balatonnak az egyik legnagyobb értéke, ami turizmus szempontjából is fontos, az a borkultúra. Ezért fontos, és ez egy általános probléma, nem csak a Balatonról szól, hanem úgy általában azt kell mondani, hogy a szőlőterületeknek a mennyisége, a rendszerváltások olyan iramban csökkent itt Magyarországon, ami persze magával vonja azt a sajnálatos állapotot, hogy szűkül a borkultúra. Akonyi Lászlót idéztem, aki megfogalmazta, hogy miért is a része a kultúrának a föld maga. A kultúra ott kezdődött, amikor az ember földet kezdett művelni, és akkor ér véget, amikor az ember a földtől elszakad. De sajnos ez így van, ha belegondolunk, ez a gasztrokultúra, ez a mezőgazdaság, mint ágazat, ez önmagában nem csak egy élelmiszer gyártási folyamat, ami miatt fontos részünk, hanem ez a mi részünk, az agrárminiszter ezt jól megfogalmazta, hogy ezek vagyunk mi, ez a mi kultúránk, ez a jó minőségű élelmiszer előállítás az, amit a magyarok megtanultak annak idején, és amit itt ebben a gyönyörű Kármán-medencében gazdagon tudnak művelni, ez gyakorlatilag mindenek az alap. Gondolunk, hogy az elmúlt évtizedben mekkora változás ment végbe. Hogy hogyan tértünk vissza úgy a hagyományainkhoz, vagy fedeztük föl azt, hogy mik a termőföldnek az értékei, kincsei. A kézműves termékeknek a sokszínűsége. Emlékeztesse a városi embert arra, hogy a nagyanyáink idejében milyen kincseink voltak. És ez lehetőséget ad arra, hogy a magyar termőtájra is felhívjuk a figyelmet, hiszen azért mégiscsak a napsütéses órák száma, a fekvésünk, a talajadottságaink, azok olyan egyedi minőséget tesznek lehetővé, ami nincs máshol. És hajlamosak vagyunk ezt alulértékelni, nem becsülni, számunkra ismeretlen kultúrák termékeit sokkal nagyobbra értékelni, miközben a legkiválóbb minőség a miénk. És azért jók ezek a fesztiválok is, ezek a rendezvények is, hogy egyszerűen felfedezzük, hogy rácsodálkozzunk, hogy jé, hát Balatonon van ilyen jó bor, de hát eddig Új-Zélandit akartunk, Dél-Afrikait, Kaliforniait, és nem akarom bántani egyik borvidéket sem, mert mindegyik kiváló.
de hogy nekünk is van olyan, amire egészen büszkék lehetünk. Sajnos itt kell hagynunk a Somlóhegyet, hiszen Balatonszepezden vár a Pajtakult stáb többi tagja, ott találkozunk velük. A barátok, ugye? Ezt a barátok. Chez les amis. Jól mondom franciául? Remélem. Megkérdezzük Laposa Jócsit. A helyet mindenképpen úgy hívják, hogy Chez les amis, és Laposa Jócsi ott lesz, tehát egy franciával egy kicsit kiokosít bennünket. Somlóhegyet itt hagyjuk, kár, mert ez tipikusan olyan, hogy megáll az idő, hogy egy klasszikust idézzek, de hát valószínűleg a Balaton felvidék is ilyen, ugye? Reméljük, hogy szépeket látunk útközben is, és ott a helyszínen is. Balatonszepezre érkezve nem hagyhattuk ki azt, hogy lelátogassunk ide közvetlenül a Balaton partra. Nektek mit jelent a Balatonnál lenni ősszel? Tulajdonképpen van egy nóta, ugye, hogy a Riviera, mindenkinek ez a Balaton a Riviera. Személy szerint én nekem a Balaton az télen-nyáron megadja azt az érzést, azt a nyugalmat. Meg tudom találni azokat a pontjait, ahol ki tudok kapcsolni. Például nagyon szeretem az őszt és a tavaszt, és amikor gyakran ugye megyek fel Budapestre, akkor meg szoktunk állni ilyenkor is ezt a nyugalmat, amit áraszt a csobogás, azt így töltésképp így felszipkázzuk és átadjuk, azt hiszem, a környezetemnek, főleg ha a fonóba érek. Igen, itt a stábbal találkoztunk, Zoli, Laci, Jócsi, itt vártatok minket, közben a stáb másik felől ugye elment vásárolni, mert egy Atlan Tóni majd Péter és Krisztával főz, Kinga kamrájába látogatunk nem sokára. Egyébként nem tudom, hogy vagytok vele, én ezt a Balatont jobban szeretem, mint a nyári Balaton. Főleg, ha szép az idő, és most 20 fok van, olyan nyugalmas. Hát én is ezt mondtam, hogy ez sokkal nyugodtabb, ugye? És kellemesebb. És van olyan balatoni életérzés? Létezik ez a fogalom? Szerintem van. Tehát a vitorlázással, a hekkel, és minden ilyen dologgal. Tehát van, hogy az ember a... Lángos, Zoli? Lángos, bocsánat, sült kolbász. Ez a hangulat, ez hozzátartozik a Balatonhoz. Ilyenkor az alföldi embert hozom ki magamból. Nekem az jutott eszembe, amikor ott Kishegyes mellett a tűző napon mentünk a tarlón, a nagy semmibe, és amikor belenéztem ebbe a tájba, ugyanúgy a nagy semmi jutott eszembe, és ugye ezek soha nem nagy semmik, hanem ezek a valamik. Amikor a táj elementáris erejével szembesülsz, mint a tó tulajdonképpen itt van több száz éve, ezer éve, és ugyanúgy hullámzik. És ezt a nagy semmit megint, amikor úgy át akarod érezni, akkor igazából töltődsz. Mindig ez a semmi vagy valami. Ezek között szeretek én filozófálgatni. Nekem nehéz felfogni az állóvizeknek a erejét, mert mindig folyóvíz mellett érzem jó magam, de akkor most azt mondom, hogy barátkozom a Balatonnal, a nagy semmivel, mert azért ez ja, valami. Semmi valamire meg csak annyi, egy nagyon fontos filozófiai észrevétel, hogy én még csavarnék egyet rajta, hogy a Balatonnak a színe az az ég színével, főleg, hogyha párás az idő, akkor egybeolvad. És eltűnnek a határvonalak, és ez nekem egy ilyen időtlenségérzést ad. Időtlenség és állandóság nekem. Én bármeddig el tudom nézni a hullámzó vizet. Úgyhogy engem itt hagyhattok. Az utóbbi időben azért azt látjuk, hogy nagyon nagy divatja van a Balaton partnak, és egyáltalán a Balaton környéki létnek. Szerinted, Zoli, például mi lehet ez a vonzó erő itt? Hát ugye most már beszéltünk ugye a vízről, nem beszéltünk még a borokról, nem beszéltünk itt a gyönyörű szőlőültetvényekről. Tehát ez vonzza az embert, ami most egy kicsit, nem tudok ugye építészet nélkül, építészeti értékelés nélkül, egy kicsit kezd is túlépített lenni. Tehát mindenki szeretne egy szeletet ebből az életérzésből, és ezért mindenki szeretne nem csak nyaralni, ide is költözni, vagy valamit birtokolni, ezért egyre jobban beépítjük, és lehet, hogy elvesszük magunktól ezt a szép életérzést. Pontosan is a fő kérdés igazából a Balaton szemszögéből itt meg az, hogy ezzel mi védjük a Balaton? Mert Laci is említette, hogy több száz éve már ugye itt van ez a tó, és vigyáztak rá az őseink is. Nekünk is az a feladatunk, hogy védjük, és ezt az izolációt azért szerintem jó lenne tartani, és megtartani azokat a határokat, ahol tudjuk élvezni. Thank you.
Itt állunk egy csodálatos villaépület főbejáratánál. Itt a Balatonfelvidéken sok példa van arra, hogy ezeket a régi villaépületeket új élettel töltik meg, kicsit újra gondolják. Ha jól tudom, ti a Wine & Gourmet-n pont a Tölgyes Kúria egyik pezsgőjét kóstoltátok, tehát francia pezsgőket kóstoltatok a fesztiválon. Igen, igen, és azért gondoltam, hogy érdemes még egy pillanatra oda visszatérni, mert van egy francia kapcsolat, és a hely, ahova érkezünk, a Chélezami is egy francia nevet visel. Éppen ezért a legnagyobb barátságban még nézzük meg, hogy mi történt a Wine & Gourmet-n, és aztán bemegyünk ide a villába a házigazdáinkhoz. Kakukktojás. Ugye? Én is ezt ízlelgettem, számomra csak egy picit ilyen bántó itt. Mert még a kávé után vagyunk. Igen, a mandulatej még ott volt a nyelvem hegyén, de hogy egy olyan helyen állunk, köszönjük egyébként a lehetőséget és a meghívást, hogy pezsgő és kávé, miközben mindenhol, szinte mindenhol magyar borok és magyar gasztronómia, hogy passzol ez a képbe? Hát nem tudom, hogyha eszünk egy jót és iszunk egy jót, és utána iszunk egy jó kávét, aztán meglátjuk a kínálatban a francia pezsgőt, akkor biztos iszunk egy jó francia pezsgőt, legalábbis én így vagyok ezzel. Zoli rögtön megállt. Ez történt. 1896, mit tudni a múltról? 1896-ban épült a kúria, és ez Riza pusztán van, ez Káptalantóti külterület. Azért lett Riza puszta, mert annó Vitéz Szalai Bálint a feleségének, Teréziának építette a kúriát, és 12 hektáron műveltek szőlőt, és már akkor egyébként Olaszországba exportáltak szőlőt és bort, tehát ez egy fontos része volt, és nagyon sok családot eltartottak, és Terézia Rizának becézték, és ezért lett Riza puszta az egész, tehát ez ott egy ilyen ikonikus vidék, ott a Balatonfelvidék kapuja, úgyhogy várunk benneteket szeretettel. Van egy jobb mondás állítólag, hogy van a borkultúra, és amikor a borkultúrát kivégezted, utána térsz át a pezsgőkre, és utána nem tudsz már betelni a borokkal. Hát igen, egyébként nézőink nem nagyon tudják, de Lacinak van egy igazi módszere, a vasárnap délelőtti pezsgőívás. Amikor várjuk a pajta kulcsot a Hír TV-n, akkor bontunk előtte egy pezsgőt, és megnézzük, hogy mire vagyunk képesek. Egy kicsit ünneprontó legyek. Nem tartotok a következő fél évtől, egy évtől? Hát ez volt a Covidnál is, nem? Hogy nem tartunk tőle. Én azt gondolom, hogy ez a túlélőknek lesz majd a pályája. És ki él túl? Aki meg tud újulni, és aki olyat tud hozni a piacra, amitől egy kicsit más, és itt merni kell előre menni, tehát nincs hátra arc, itt vagy az van, hogy behúzom a féket, elfordítom a kulcsot és vége, vagy az van, hogy akkor teljes gázzal előre, aztán majd látjuk, hogy mi lesz. És nem lehet, hogy van egy olyan árkategória, itt közben a kávé daráról is megszólalt, van egy olyan árkategória, ahol már tulajdonképpen a válság nem érinti az adott vendéglátóhelyet? Tehát, hogyha valahol 5000 egy étel, akkor ott már majd jön, nem mindegy, 5800 vagy 6300? Hát én nem hiszem, hogy a pénz oldaláról fognám meg ezt a dolgot. Tehát, hogy nekünk 4-5 vendéglátóegységünk van a nagyon háziastól, egészen egyébként a bisztróig, és mondjuk egy fine dining, de nem az. Én azt gondolom, hogy ha van egy olyan vendéglátóhely, aminek van gazdája, és van lelke, akkor tök mindegy, hogy mennyibe kerül 1500 forintba, 3000-be, 5000-be, 6000-be, el fognak menni. Mert hogyha választhat majd akkor abba az egy hónapba egyszer, hogy hova akar menni, akkor a pluszt fogja keresni. Azt a kis fineszt a végén, hogy mitől szeretnék hozzáadott értéket keresünk mindig, és ez még soha nem hangzott el senkitől, hogy a lélek, mint hozzáadott érték. A legnagyobb. Ezt köszönjük szépen. A Badacsonyőrsi Tölgyes Kúriában tett látogatás után ide érkeztünk Balatonszepezre, egy csodálatos villába, aminek egy francia nevet adtatok. Villa Chélezami. Villa Chélezami. Akkor tényleg szépen mondtad a Somlóhegyen, igazad volt. A Google a barátom. Itt ül velünk Péter és Kriszta, a hely tulajdonosai. Kérlek, meséljetek arról, hogy mikor találtatok rá erre az épületre, és milyen munkálatokba vágtatok bele itt 2 évvel ezelőtt, aminek ez a szép épület lett a végeredménye. Kb. 2,5 évvel ezelőtt elkezdtünk szisztematikusan megkeresni azt a helyet, ami a megfelelő annak a projektnek, vagy szebben mondva álomnak, amit mi magunknak megálmodtunk. És minden héten rászántunk erre egy napot, és elindultunk. Azt tudtuk, hogy északi part, és elindultunk a
onnan körülbelül akaratjától, vagy kenesétől, és jöttünk és bejártunk minden utcát, minden települést, és úgy jutottunk el idáig, körülbelül 2 évvel ezelőtt. És körülbelül 2 évvel ezelőtt sikerült. Hát ilyen szerelem volt első látásra tulajdonképpen, nem? Lehet azt mondani. De nem csak bejártuk, tehát hogy céllal jártuk be, és egy olyan épületet kerestünk, aminek története van, ami egy régi épület, és megmentésre vár. Tehát nem új épületet szerettünk volna felépíteni, és abban ezt a vendéglátó vagy szálláshelyet üzemeltetni, hanem egy régi épületet, amit úgy tudunk felújítani, hogy nagyon sok minden megmaradjon, amit tudunk, megmenthessünk. És most tulajdonképpen ez az épület mi? Ez egy szálláshely? Vagy ti itt laktok? Hogy kell képzelni? Ez egy szálláshely, tehát ezzel a céllal hoztuk létre, de egyben a családunk otthona is. 3 szintes az épület, és az alsó szinten lakunk mi, és a felső 2 szinten pedig van 6 szobánk. És mi hozott titeket? Egyébként van balatoni kötődésetek, vagy csak egyszerűen a Balaton szeretete az vonzott ide, hogy itt keresgéltek helyet? Én nem tudom, nekem meggyőződésem, hogy valahogy minden magyar ember lelkében, aki a Balatont egyszer látta, vagy így járt, akkor az úgy egy picit úgy helyet kap. És én nekem olyan szerencsém volt, hogy én gyerekkoromban minden nyáron az édesapámnak a munkahelye, ugye itt volt a üdülő, és akkor mi minden nyáron itt voltunk, és nekem rengeteg nagyon szép ilyen gyerekkori emlék köt oda, én nem tudom, 15 évig jártunk oda Balatonkenesén, és rengeteg olyan élményem van, ami ide köt a Balatonhoz. És valahogy így az én lelkembe is beleégett, úgyhogy ez viszonylag egyértelmű volt a környékválasztás. Mi kutatjuk, meg keressük azokat a tereket, ahol a kultúra, a gasztronómia és egy kicsit más, a régihez vonzódó életszemlélet megfér egymásra. Ugyanez nem egy pajta, de egy olyan épület, ahol ti, minthogyha ugyanezt az egyveleget hoztátok volna létre, egy ikonikus térrel, ahol ülünk egyébként a verandával. Ez véletlen vagy tudatos? Nem, ez abszolút tudatos munka eredménye. Az ide látogató vendégeknek szeretnénk egy olyan gasztronómiai és kulturális élményt, amit nem élhetnek át bárhol. Tehát, hogyha ide kiülnek a teraszra, és ezt látjuk a vendégeken, hogy sokan vannak úgy, hogy megérkeznek ide, az a terv, hogy elmennek este vacsorázni, és aztán egyszer csak azt mondják, hogy nem megyünk innen sehova. Mik voltak azok a szempontok, hogy na, ez biztos, hogy megtartjuk a régiből, és mi volt az, ahol viszont kicsit szabadabban eleresztettétek a fantáziátokat? Hát abban biztosak voltunk, hogy semmi olyat nem szeretnénk megváltoztatni rajta, ami a karakterét, a jellegét, az épület tömegét lényegesen megváltoztatja, vagy sőt, mondhatom, hogy egyáltalán megváltoztatja. Ezért alapesetben abban gondolkodtunk, hogy kívülről tulajdonképpen olyan maradjon, amilyen volt. De hogy az újat, a mait, a frisset, azt a belsőben akartuk megvalósítani. Nagyon köszönjük a beszélgetést. Tényleg csodálatos hangulata van ennek a terasznak, és nagyon szívesen üldögélünk mi is itt. Most viszont tovább görgetjük a műsor kerekét, hiszen Mezőkövesdre látogatunk, ahol a mezőkövesdi táncpajta a Tuvályi Hunhurtu torokénekes zenekarnak a koncertjét fogadta be, ebből kapunk ízelítőt. Ízelítő torok, ne felejtjük azt sem, hogy a műsor második felében főzünk is egy kicsit, ha már itt tartunk. Pazar oyun pazar orday. Aşu de kayo.
Başka zıldu çekilir. Aşu de geyo.